Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő szeretne valamit közölni veled, de nem meri kimondani, vagy nem akarja kimondani. Miről van szó? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ő esküszik valamire, és hihetsz a szavaiban, de ő ezt még nem mondja ki, hiszen érzi azt, hogy itt mások elbújtak, figyelik őt, ő nem egyedül van, hanem vannak mások a környezetében, akik kíváncsiak, tudni akarják azt, hogy mi a terve. Itt is látható, hogy vannak ugyan érzelmek köztetek, de van egy kis húzavona, mert ő érzi azt, hogy vannak irigy emberek az ő környezetében, vagy a te környezetében, nagyon kíváncsiak, tudni akarnak mindent. Tulajdonképpen, amit ő mondani szeretne, hogy szeretne veled találkozni, de itt vannak azért korlátozások, és a háttérben van egy személy, aki figyelgeti őt, vagy figyel benneteket. Ez lehet egy nő, ez lehet egy férfi is. És neki nyugalomra van szüksége, kell a belső egyensúly. Úgy mérlegelni kell a dolgokat. Ő tudja azt, hogy szeret téged, találkozni akar veled, ezt akarja közölni, és itt lesz egy közeledés, de mivel mások olyan kíváncsiak, irigyek, vagy féltékenyek, ezért óvatos és várakozó. Itt látható, hogy vár arra, amíg megnyugszannak az események, és ha így van, akkor lesz közeledés kettőtök között, hiszen megvannak a szép emlékek, megvannak a vágyak, az elképzelések, és ha minden megnyugszik, akkor ugrik itt előre, és előre mennek az események, itt lesz bátorság, lelkesedés, és egy testi kapcsolat, hiszen ezt is szeretné közölni veled. De minden olyan romantikus, itt is látható, megvannak ezek a gyönyörű emlékek, minden olyan nosztalgikus, és bízik benned. Tudja ő azt, hogy te vagy itt a királynő, és te vársz rá, hiszen magabiztos vagy, és hiszel benne, hiszel ebben a kapcsolatban. És pontosan ez az ő elvárása, hogy megbíz benne, erre esküszik, vár rád. És itt látható az utazás, hiszen útban van hozzád. Hamarosan lesz egy találkozás, és ha eljuttok idáig, akkor majd beszélni fog. Beszélni fog az érzelmekről, beszélni fog a terveiről, de jelenleg úgy érzi, ez nem a megfelelő időpont erre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!